legnagyobb meglepetésem az volt, amikor egy néhány nappal a meghirdetett kihirdetés előtt az interneten ránéztem, és láttam, hogy bejutottam az első háromba, amiből az első háromból választják aztán ki az év orvosát. És amikor látom a másik két jelöltet, akkor azt mondtam, hogy nem is érdemes elmennem, mert ők igazán elismert tagjai a szakmának. Egyszer csak mondták, hogy én nyertem, hát teljesen zavarba jöttem, hogy vajon ez hogy is jött össze. Nagyon nagy megtiszteltetés, őszintén megvallom. Az, hogy az én munkámat is ilyen módon értékelték, az nem engem értékelt, hanem ez egy annyira összeszokott, baráti csapat, aki egymás segítve, nap mint nap, nagyon jól dolgozva, és még a mai nehéz körülmények között is az udvariasság és a korrektség szintjét mindig betartva dolgozik, hogy több barátom és ismerősöm, aki bekerült az osztályra, azt mondta, hogy a légkör az, ami tulajdonképpen hát nagyon jó ezen az osztályon. Szálljon át, mennyit veszik? 80-akat. Igen, és ez emelhető? Emeljük, 100 év szeretném. Nagyon jó. Úgy tűnik, hogy most már nagyon jó. Partjúró. Szokatlan nagyságú gyermek ez a perinatális intenzív centrumban, de a betegség súlyossága miatt van ő itt. Az újszülött korában nagyon súlyos hipoglikémiákat észleltek, alacsony vércukrokat észleltek. Ki lehetett deríteni, hogy a hasnyálmirigy feji részében van egy terület, amelyik nagyon nagy mértékű inzulintermelést végez, és ez volt az oka az ő súlyos állapotának. Egy héttel ezelőtt történt egy kiterjedt műtét, amikor gyakorlatilag a hasnyálmirigynek a 95%-át eltávolítottuk, és most úgy néz ki, hogy stabilizálódott a vércukor ettől, és még ráadásul maradt is annyi hasnyálmirigy, hogy kellő, neki szükséges mennyiségű inzulin termeljen. Az, hogy valaki gyereksebész legyen, ahhoz reneszánsz ember típusnak kell lenni, tehát magyarul az érdeklődése az széleskörű kell, hogy legyen, mert valóban itt a hasnyálmirigytől a rekeszig, a veséig mindennek a működését és anatómiát jól kell ismerni, hogy ezeket a fejlődési hibákat meg tudjuk oldani. A mellkassebészet, hasi sebészet, urológiai sebészet, ez a gyereksebészet része, traumatológia, ez része a gyereksebészetnek. Én azt szoktam viccesen mondani, csak agyhoz és szívhez nem nyúlunk, de egyébként az utóbbi már nem is teljesen igaz, de valóban nagyon szép a gyereksebészetben az, hogy nagyon, nagyon széles a spektrum. Két oldala van a gyerekekkel való foglalkozásnak. Az egyik oldal a pozitív, és hadd kezdjem ezzel, az, hogy a gyerek gyógyulási vágya az határtalan. Tehát, hogyha egy gyerekkel valami jót teszünk, valami jó terápiát alkalmazunk, akkor villámgyorsan meg akar gyógyulni, a nagy műtét után is a játszótérre akar menni azonnal, és semmi gondunk nincs a lelki támogatásával. A másik oldalról pedig a nagyon súlyos állapotban esetleg elvesztett gyereket nem tudjuk feldolgozni, még hosszú évtizedek után sem, és ez mindannyiunkat borzalmasan megvisel, tehát ezt nem is csupán empátiának neveznénk, hanem egyszerűen azt a fajta veszteséget, amit egy gyerek elvesztése jelent, azt nem lehet feldolgozni. A perinatális intenzív centrumban vagyunk, PIC, ahol a súlyos állapotban lévő a légzéstámogatást igénylő újszülöttek, koraszülöttek vannak.
Itt látjuk el a korábban említett újszülött sebészeti betegeket, döntően itt látjuk el. Ezek az osztályok azt szolgálják, hogy a súlyos állapotban lévő kora és újszülötteket a legmegfelelőbb ellátásban részesítsék. Ez a terápia együttes nagyon műszerigényes és nagyon költséges dolog. Újra és újra fölmerül, hogy ezeket az intenzív osztályokat, ennek a műszerparkját fel kell újítani. Ez a PIC pályázat, ami most zajlik, ez is ezt szolgálja, hogy a már elavult műszereket, amiket a kórházak saját erejükből, financiális erejükből nem tudnak pótolni, azokat most egy központi segítségből lehetőleg föl lehessen javítani.